Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Igaz, valós, helyes. A hamis profécia egyidős az írással, a barlangrajzzal, a gondolkodással. In médiás trash. Média tartalmak heti röntgenlelete az önkényes mérvadóban. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó a Spirit FM-en 0630-011-0725 az SMS számunk. Ezen írhatjátok meg az üzeneteiteket a mai témánkkal kapcsolatban, amely az internet nyilvánosságának a szabadsága, illetve az internet cenzúra és az ehhez tartozó precedensek, amelyek rendkívül aggasztóak, legutóbb például a Mi Hazánk nevű Magyarországon bejegyzett pártnak a Facebook oldalát szántotta be Mark Zuckerberg és az ő algoritmusai. Most én azt hiszem, hogy egy ilyen döntésről talán, legalábbis, de lehet, hogy csak én vagyok naív, vagy lehet, hogy csak én vagyok túl jó hiszemű, hogy egy ilyen döntésről, hogy egy országban egy bejegyzett párt, amelyik a főhatalomért jelentkezik, egy ilyennek a Facebook oldalát letörölni, talán ezt nem kizárólag az algoritmus teszi, hanem talán itt azért már emberi döntés is szerepet kell, hogy játszon, legalábbis remélem, mert szeretnék egy olyan világban élni, ahol azért erről már talán mégiscsak egy ember dönt, és nem egy program, de persze egyáltalán nincs kizárva, hogy a kritikus mennyiségű feljelentés esetén egyszerűen az algoritmus úgy dönt, hogy ezzel több baja van Mark Zuckerbergnek, meg a hozzátartozó cégnek, mint amennyi haszna van belőle, és akkor egyszerűen törli. Csak a PR itt a vezérelv, ugye? Nem az van, hogy annak a véleménynek, amit nem szívesen hallasz, de ugyanúgy megilleti őket annak a kinyilvánításának a joga, és jobb is, amíg véleményként jelenik meg, és nem tettként, és pincébe zárt fegyverkezésként, és mindenféle underground mozgalomként. Miért egy cég profitjának és a reklám megtekintések számának, a maximalizálásának van alárendelve az, hogy ezek ott beszélhetnek, vagy ne, de ne csak róluk beszéljünk, hanem gyakorlatilag rengeteg ugye közösségi irányelvekre való hivatkozással törölnek általában Facebook oldalakat vagy posztokat, és nincsen hozzá egy ügyfélszolgálat, egy panaszkezelés, sőt, az sincs konkrétan megmondva, hogy miben hibáztál. Átküldik ilyenkor a közösségi irányelveiket, amelyekkel általában ugye egyet is értesz, de nem mutatnak rá, hogy akkor a hatos, és azért, mert ebben a mondatban túl erősen fogalmaztál, vagy ezt valaki sértőnek tartaná, hanem elegen panaszkodtak ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy ne az ő felületük sérül attól, hogy ez a vélemény ott elhangzott. Na, de most az, hogy elegen panaszkodtak. De nem tudsz hová menni. És tudod, és mi lesz akkor, ha holnap, vagy holnap után majd a te Facebook oldaladra fognak elegen panaszkodni, mert valami olyasmit írsz le, ami kritikus mennyiségű embernek nem tetszik, akkor majd a te Facebook oldalad is törlik. És tudod, ez a Facebook oldal olyan, hogy én a saját Facebook oldalamon nagyjából 8 éve dolgozom napi szinten. Ez ebben, hogyha én nekem le kéne mérnem, hogy hány kilózsulnyi energia van ebben a Facebook oldalban, felmérhetetlen az én számomra is. Ugye arra gondolok, hogy írok valamit, ami eléggé megosztó, vagy mondjuk eléggé sokan utálkoznak rá, mert ilyeneket szoktam írni. Akkor holnap a Mark Zuckerbergnek valamelyik programja, valamelyik algoritmusa úgy dönthet, hogy az én előző 8,5 éves munkámat, amit gyakorlatilag felépítettem egy Facebook felületet a semmiből, a Ground Zero-ról,
ijesztő, egyszeriben eltörli. Mindenféle hivatkozás nélkül és jogorvoslati lehetőség nélkül. Tehát nincs egy ügyfélszolgálat, amihez ilyenkor fordulni lehet, mert abban az ügyfélszolgálatban élő embernek kéne dolgoznia, és az Mark Zuckerbergnek már pénzkiadást jelentene, mert az és valódi felelősséget, mert fizetés, a robotra könnyebb mutogatni, mint fizetést az embernek. Kéne adni. Nem csak ez a gond szerintem. Egyrészt irgalmatlan mennyiségű ilyen esetről beszélünk, ez már nem biztos, hogy kezelhető emberi szint. De bizonyos számot, mikor elért ez a feljelentés, akkor megtörténik egy ilyen automatizmus. De mit jelent az, hogy nem kezelhető? Nem haragudj, mit jelent, hogy nem kezelhető? Az, hogy nincs rá elég ember. Ja, nem, hát így nagyon sokba kerülne már Zuckerbergnek az, hogy ezt kezelje. Valamit, így érted, hogy nem kezelhető. Valamit ne felejtsünk el. Egy olyan játszótérről beszélünk, amit ő a kerítései közt fölépített, ahova te mentél be, meg én is bementünk, és most ott az ottani szabályokkal kapcsolatban vannak problémáink. Holott, és igazad van, ez már rég kifolyt a kerítések közül, így van, mert mindenki ott van, irgalmatlan nagy százaléka az emberiségnek használja a platformját, de valójában ez még egyszer nincs helyén kezelve, hogy ő, amit saját maga szellemi termékeként, illetve egy-két barátjával fölépített, az már mekkora közösségnek az életére van hatással, illetve ez nincs beleszámolva ebbe. És az, amit, és mindjárt visszamadom a szót, azon, amit fel vagy háborodva, egy afelől jogos, de a másik oldalt nézve, hogy ő már így is pluszban költ erre a dologra, holott elméletileg neki semmiféle kényszerítő nincs. Egyébként most már egyre több, de eleinte semmiféle kényszerítés erre nem volt. Erre is csak a piaci bevételek kényszerítik. Gyakorlatilag igen, de még mindig arról beszélünk, hogy te beléptél az ő játszóterére. Ha ez majd meg fog változni, ha azt mondjuk, hogy olyan infrastruktúrának számít, mint az áram, meg a víz, meg a maga az internet, a Facebook is, és azt mondjuk, hogy az állam, vagy az államok, vagy akár nemzetközi szinten, mint a World, mint a világ egészségügyi szervezet gyorsan akartam mondani. WHO. WHO, igen, köszönöm. Vagy bármilyen UNICEF, akár egy ENSZ-nek egy szervezet is lehetne, ami azt mondja, hogy az online platformokat felügyeli, és lesz egy ilyen felügyelő tanács idézőjelben, akkor szerintem eljöhet az, amit te mondasz, hogy igen, lesz hol kopogtatni, de azt de ez nem jön el, ezt vagy megcsináljuk, vagy nem csináljuk, tudod? Ez gyakorlatilag rajtunk múlik. Mi vagyunk az állampolgárok. Ez a mi közös kulturális agóránk. Ezek a mi közös kulturális tereink. Csak Képzeld el, hogy bemész egy plázába, és ott a biztonsági őrnek nem tetszik a pofád, és a biztonsági őr, aki a plázához tartozik, az oda megy hozzád, és kivezet téged. Tudod, és azt mondja, hogy takarodjál innen, mert nem vagy ide való. Tudod, hány szórakozó helyen van vidéken, zárt körül, vagy klubtagságira hivatkozva face control? Na igen, csak tudod, azok a szórakozó helyek, azok megkerülhetőek. Nincsenek monopol helyzetben. Nem az a szituáció, hogy ha szórakozni akarsz, akkor oda mész, vagy nem szórakozol. Képzeld, a kórház előtt állna egy ilyen kopasz, aki nem enged be, mert torna cipőben vagy. Én most tényleg vidéki kis helyekről beszélek, ahol egy helyre mehet szórakozni, és face control van. De létezik a távolsági busz intézménye, továbbá létezik a vasúthálózat, fölülsz egy vonatra, fölülsz egy buszra, bebuszozol, vagy bevonatozol a megyeszékhelyre. Létezik a bicontakte. Nem, a Facebookot nem lehet megkerülni. Illetve létezett a MyVip. Na jó, most rögés nélkül kéne, hogy ezeket előad, tudod? Tehát, hogy komoly pofával előad, hogy mi létezik, ami alternatívája a Facebooknak. Nem tudod komoly pofával előadni, hogy mi, mert nincs ilyen. Oké, viszont az IVIV az tényleg komoly volt a alternatívaként, sőt, Magyarországon előzmény, pontosan jól mondod, és annak idején azért állítólag titkosszolgálat közeli emberek kellemesen mosolyogva nézték, ahogy épülget, hogy gyakorlatilag egy önfeltöltős adatbázis, így hivatkoztak rá, ez csak így megjegyzésként mondom. Önbevallásos megfigyelési rendszer. Pontosan. Ez a Facebookról még inkább igaz az Instagramon megtámogatva, de most ne kanyarodjunk el, értem a problémát. Én azt gondolom, hogy nem 100%-ig lehet hülyére pofosztatni emiatt a Zuckerberget. Egy csomó mindent már úgy tett meg, hogy még mindig egy termékről beszélünk. Hülyére pofosztatni, szó sincs róla. Közművesíteni kell a Facebookot. Na de akkor ezt én úgy látom igazságosnak, ha
ő továbbra is szolgáltatja a közműt, az ügyfélszolgálatot viszont a mi adóbefizetéseinkből rábízzuk mondjuk egy EU-s szervezetre. Ez egy működőképes konstrukció, hogy... csak ez az kéne, hogy az Európai Unió felelősséget vállaljon az állampolgárainak a szólásszabadságáért. Szerencsére az Európai Unió eléggé ilyen. Tehát látod, hogy a GDPR-ral mennyire levált a világ gyakorlatról, és amikor mondjuk a Microsoftot hogy mondjam, igazságtalan versenyért megbünteti csak Európán belül, az is olyan, hogy azért erősen elválik a idézőjelben vadkapitalista bomladozó nyugat gyakorlatától. Úgy fogunk majd lehet visszagondolni ezekre az időkre, ezekre az évekre, amiben mi most élünk, vagy úgy fognak majd visszagondolni, mint az online platformok, vagy a kiberavatárok, cyberavatároknak a vadnyugatára, mert amikor még a magánkezekben voltak ezek, és de hogy ott volt az aranyásás. És a sheriff, az a Mark Zuckerbergnek az algoritmusa, aki bármit megtehet, aki egy személyben, tudod, a bíróság, egy személyben a végrehajtó hatalom. Ez Marshall, úgy de tudod, hogy a háttérben kinek dolgozik? A vasútat építő oligarchának. Ugye? A Western filmekben némelyikben van egy ilyen karakter, aki a privát vasút, egyik privát vasúttársaságnak a tulajdonos. De, és akkor neki mindig van egy ilyen nagyon fancy vasútkocsi a bőrülésre. De hogy bajuszos, az biztos, azt tudja. Igen, de szerintem november van. Szerintem volt egyszer egy vadnyugatra, emlékszünk ilyenkor vissza. Tehát abban volt meg ez a figura, ez a ehhez tartozó vasúti kocsi, tudod, a milliárdos, aki megrontja a multitőkével a vadnyugatot, a vadnyugatnak ezt a romantikáját, a vadnyugatnak ezt a tudod, a földfoglalásokhoz tartozó, a kisembernek, tudod, a lehetőségét, hogy ő megcsinálja a szerencséjét nyugaton, és akkor jön a multi, és természetesen fölvásárolja azokat a földeket, amelyeken keresztül húzódik a vasút, és ha az illető nem adja el neki, akkor oda küldi Franket, Frank pedig kiirtja az egész családot, aztán majd meglátjuk, hogy eladják-e a földet. Aki nem adja el, azt esetleg megöljük. Majd ha Frank lesz a luxus feleségekben, akkor neki az lesz aláírva, hogy ingatlan kezeléssel foglalkozik. Nem? A kis neve alá, és Franky, vagy kap egy ilyen hülye becenevet. Azt írja a hallgató. Legyen szavazni rá. Hajrá, szólásszabadság, írja az SMS író. De mi legyen azokkal a trollokkal, akik minden vitát ellehetetlenítenek, és ezzel a szólásszabadságot korlátozzák? Tudod, azt gondolom, hogy őket el kell tűrnie egy szabad közösségnek a testén, mint aféle parazitákat. Úgy gondolom, hogy ez a szólásszabadság ára. Velük fizetjük be, és általuk fizetjük be a szólásszabadság árát, mert ha megvonjuk tőlük a szót, onnantól kezdve egy olyan precedens teremtünk, ami alapján tőlünk is meg lehet majd vonni a szót, hiszen hol van a garancia arra, hogy mi ránk majd nem lehet ránk fogni bármikor, hogy mi trollok vagyunk. Amúgy... És ugye van ez a precedens, hogy a trolltól el lehet venni a szót, és holnap ugyan ki fogja védeni a te véleményedet onnantól kezdve, hogy valakitől pusztán arra hivaló hivatkozással, hogy na hát a trollokkal, nem etetjük a trollokat, megvonjuk tőle a szót. Az, hogy nem vitatkozol a trollal, mert nincs értelme, mert százszor megpróbáltad, és soha nem volt értelme, minden alkalommal arra futott ki az ügy, hogy ő beleröhögjön a pofádba, és azt mondja, hogy te gyomorult szar. Erre, ez elől hátra lehet egyet lépni. Ez nem a szabad nyilvánosság elárulása. Viszont ennél a troll kérdésnél nagyon fontos szempont, vagy nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy aszimmetrikus a sztori, tehát ahogy az utcán megjelenő véleménynyilvánításokban is nagyon nagy a különbség a balos, lipsi felvonulás, illetve a jobbos, esetleg szélsőjobbos, ugyanúgy a mind mennyiségben, mind a vehemenciában, energiában a trollok sokkal többet fognak tudni bármikor akár csak kommentelni, mint a másik oldal, aminek jelentős része csak olvasgat, és esetleg idegeli magát rajta. Ez felhozza azt a problémát is, hogy te ügyfélszolgálatot követelsz valahol, ahol viszont százezrek állnának sorba, tehát akkor minden egyes ember rögtön jönne valamiért, hogy nekem 90-100 fokkal el van fordulva a profilképem, akkor nekem is segítsenek. Ráadásul bármilyen dolgot, vagy bármilyen új lehetőséget nyitsz egy probléma megoldására, ha azok, akiket a probléma megléte, akik érdekeltek abban, azok
baromi gyorsan meg fogják találni azt, hogy hogyan játsszák ezt ki, vagy csak ilyen egyszerűen, ahogy az Oszi mondja, hogyan tegyék elérhetetlenni azzal, hogy ők maguk jelentgetnek rengeteg problémát. Bizonyára láttátok a Larry Flint a Provokátor című csodálatos Milos Forman filmet. Abban a filmben a Larry Flintnek az ügyvédje, akit az Edward Norton játszik, tart egy nagyon impresszív, egy nagyon hatásos védőbeszédet az egyik ilyen tárgyalás során. Ez a Penthouse-szal kapcsolatos sztori, vagy valamelyik felnőtt lappal? Hustler. Minden minden alkalommal elmond egy védőbeszédet, tehát tulajdonképpen ezeknek a tárgyalásoknak a sorozata a film. És az egyik ilyen védőbeszédben arról beszél, hogy Larry Flintnek és Larry Flint újságjának, a Hustler magazinnak a szabadsága a legfontosabb kincse az amerikai nyilvánosságnak, mert Larry Flint a legrosszabb közülünk. Ő a legromlottabb, legalávalóbb, legszennyesebb fantáziájú, leghitványabb alak köztünk. Tehát ő rajta keresztül húzódik a véleménynyilvánítás szabadságának a mércéje. PH papír. Pontosan. Ha neki szabad kifejezésre juttatni a saját rossz ízlését, meg a saját elaljasult értékrendjét, már ezt lehet ennek nevezni, vagy annak a hiányát, az azt jelenti, az egy garancia azoknak a tömegeknek, akik szabadon véleményt akarnak nyilvánítani Amerikában. Akkor szabad a véleménynyilvánítás Amerikában, és akkor bárkinek szabad lesz, mert aki a legrosszabb közülük, annak szabad, akkor, na most én ugyanígy vagyok a Mi Hazánk mozgalommal. Szerintem a Mi Hazánk mozgalom most ez. A Mi Hazánk mozgalomnak a fasiszta nézetei, azok a lakmuszpapírja most a véleménynyilvánítás szabadságának Magyarországon. Ha a Mi Hazánk mozgalomnak szabad ezeket a nézeteket nyilvánosan kifejezésre juttatni, az egy garancia mindannyiunk számára, hogy a humánusabb nézeteinket is elmondhatjuk. De ha ma a Mi Hazánk mozgalomnak tilos elmondani a véleményét, mert a Facebook oldalát letörlik, az egy nagyon aggasztó jövőnek a kontúrjait veti fel, mert ki tudja holnap, ki lesz majd a Facebook algoritmusai szerint, vagy a feljelentők tömegei szerint fasiszta. Mert ez egy szabad kártya lesz onnantól, hogy bárkinek a Facebook oldalát be lehessen szántani, mert rá kell fogni, hogy fasiszta. Elég embernek fel kell jelenteni arra hivatkozva, hogy fasiszta. Most én egy évvel ezelőtt, amikor ráindultam Karácsony Gergelyre, a csodálatos összefogás, csodálatos konszenzuális jelöltjére, engem tömegével fasisztáztak a Facebookon. Mennyire voltam attól, hogy töröljék az oldalamat? Mennyire voltam attól, hogy kitöröljenek a nyilvánosságból? Pusztán azért, mert ráléptem sokak lábára itt Magyarországon, mert nem hittem a csodálatos igazmondó Karácsony Gergelynek a hitelességében, meg abban, hogy jó főpolgármestere lenne Budapestnek. Na most itt Magyarországon nagyon alacsonyan repked a fasiszta kártya. Nagyon könnyű fasisztává válni, hogyha mondjuk a jobboldali tömbnek, a baloldali tömbnek nem tetszik, amit előadsz, vagy a liberálisoknak nem tetszik, amit előadsz, és ugyanilyen könnyű egyébként magyar gyűlölővé, hazaárulóvá válni, hogyha meg a jobboldali tömbnek nem tetszik, amit mondasz. Le akarunk gyártani tényleg egy ilyen precedenst, hogy a megfogalmazott vélemény tartalma alapján, ízlésbeli vagy értékrendbeli szempontok mentén le lehessen törölni egy nyilvános Facebook oldalt, ráadásul egy bejegyzett pártnak a Facebook oldalát, amely bejegyzett párt a főhatalomért indul, és parlamenti frakciójuk van. Ja, most mindegy, hogy a Fidesz besegített ebbe, hogy nekik parlamenti frakciójuk legyen, ők ma Magyarországon egy politikai tényező. Amikor Mark Zuckerberg a Szilíciumvölgyből, Kalifornia államból hoz egy olyan döntést, vagy az algoritmusai hoznak egy olyan döntést, hogy ezt a Facebook oldalt beszántják, ez a magyar politikai életbe való példátlanul durva beavatkozás. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy a véleménynyilvánítás szabadságába avatkoznak be. Itt arról van szó, hogy meghekkelik a magyar politikai működést. És én értem, hogy a magyar politikai működés 50-szeresen van meghekkelve a Fidesz által. De tényleg az a megoldás erre, hogy hekkeljék még Kaliforniából is? Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM 87.6-on.
azon filózgatunk, hogy hogyan lenne igazságos kiosztani azt a hatalmat, hogy milyen alapon lehet törölni és felszántani egy komplett Facebook oldalt, és gondolkodunk azon, hogy mi lenne ahhez ugyanúgy egy európai külön jog és egy külön bizottság, vagy egy külön hatóság tartozna, mint ahogy mondjuk a GDPR esetében idézőjelben az EU jobban véd minket az internettől, mint bárki más nemzetnek a fiát. Ugye egyből a külföld helyett egy legalább egy Európára nézve belföldiesített hatalmi ág jönne létre. Nyilván egy ilyen szervezetnél is felmerülhet az, hogy politikai megbízásra valakit eltüntet, de hozzátartozik az, hogy az EU-s adópénzből akár üzemeltethet egy ügyfélszolgálatot, ahol tényleg panaszt tehetsz, ahol tényleg jogorvoslatról van szó, mert a Robi azt mondta az előbb, hogy jogorvoslatra nincs mód. Ó, hogy ne lenne mód? Hát pont az a baj, hogy az rohadt drága. Tehát hogy elmenni egy kaliforniai bíróságon megtámadni, nincs az a pénz, hogy te ott képviseld magad, de amit te kértél, az nem jogorvoslat, hanem ügyfélszolgálat volt, arra meg neki nincs pénze. Úgyhogy tudod, ez egy... Van neki pénze. Nem szánja rá. Ja, nem szánja rá. Ez a nincs pénze. Jó, világos, de jó. Na azt aztán tényleg nem te mondod meg, hogy ő mire költse el a pénzét. Érted? Jaj, nem én, majd nem. Az államok, majd az államszövetségek, majd az Egyesült Államoknak a szenátusa. Pontosan. Majd az Európai Unió. Tudod, hogy így lesz, akkor így. Mi az igényt kell előállítsuk erre, hogy azért... Igen, de szerintem lassan már képződik. Tudod, az úgy... De ne essünk a mi vagyunk a vevő oldalra. Világos, hogy a mi figyelmünk termeljük neki a reklámforintokat és dollárokat, és akkor verjük az asztalt mindenért. Azt se felejtsük el, hogy a Google a YouTube-ot olyan konstrukcióban működteti, hogy ott a kattintásaid után a cég neked a reklámbevételekből visszaoszt pénzt. A Facebook ezzel szemben úgy működik, hogy örülj, hogy az ő házi bulijában lehetsz, örülj, hogy tartalmat gyárthatsz az ő felületére, és az összes pénzt, amit megtermel belőle, zsebre rakja. Egy fillért nem oszt vissza belőle. Ha nem tetszik, haza lehet menni. Tehát egyáltalán rakd egymás mellé a két üzleti modellt. Az úgy nem állapot, hogy mi létrehoztunk egy államot, létrehoztuk a népszuverenitásnak az intézményeit, létrehoztuk az emberi jogok intézményeit és garanciáit, demokratikus intézmények sorát hoztuk létre, hogy az egyén felhatalmazásából a népszuverenitás által egy állami akarat váljon, ehhez tartozó képviselőket, képviseleti demokráciát, úgy, ahogy van, és egyik napról a másikra jön egy Mark Zuckerberg Kalifornia államból, és az egészet megkerüli, és ő az ő ízlése alapján, hogy ő mit tart jónak, vagy rosszabb esetben az algoritmusainak a hülyesége alapján, olyan algoritmusoknak a döntése alapján, amelyek nem értik a humort, nem értik a gúnyt, nem értik a művészetet, a Milói Vénuszt pornográfiának nézik, és letiltanak érte, mert csöcsöket látnak. De mert az algoritmus ilyen, tehát ezen a színvonalon álló algoritmusok, azok, amelyek végzik a cenzúrát az internet széltében, hosszában, ez így nem pálya. A helyzet az, hogyha föltesszük a kérdést, hogy mi szabályozza azt, hogy valami a nyilvánosságban, akár a Facebookon megjelenhet-e, az adott ország törvényei, vagy Mark Zuckerberg ízlése, akkor az kell, hogy legyen a válasz, hogy az adott ország törvényei. Nem érdekel, hogy a Mark Zuckerbergnek mi tetszik és mi nem. A Mark Zuckerbergnek, hogyha Mark Zuckerberg az Európai Unióban akar működni, és az Európai Unióból akarja hülyére keresni magát, ahogy teszi, akkor igenis az Európai Uniónak a jogát, az Európai Uniónak, meg az Európai Unió tagállamainak a törvényeit kell érvényesítenie, nem cenzúrázhat a saját ízlése alapján, mert hiába egy magáncég, hiába az ő tulajdona, ezen a kontinensen a nyilvánosságnak a kereteit, a jog, ennek a kontinensnek a joggyakorlata szabályozza, és nem Mark Zuckerberg. Arról még nem beszéltünk, ami egyébként a legtenyérbe mászóbban érint téged, és amelyben betűre igaza van a kommentelőnek és a külső megfigyelőnek. Ugye mi történik?
kitörlődik egy Facebook oldal, vagy kitörölnek egy Facebook oldalt feljelentések alapján, majd aki ugye panaszol, annak az azt a kommentet kapja, hogy mi van, hát bejöttél, aláírtad a szerződést. És ugye teljesen igaza van abban, hogy aláírtad a szerződést, csak az elva probléma, hogy az előző blogban elmondtuk, hogy ezeket már közművesíteni kéne, mert olyan szinten függ rajta a társadalom lassan, mint a vízszolgáltatáson. Azt azért különválasztanám, amit a YouTube-nál hoztál fel, a YouTube-ot hoztad fel példának, tehát az, hogy ha ezt az üzleti modellt itt is bevezetnék, attól még ez nem lenne ez a helyzet jobb. Szerintem teljesen függetlennek kell lenni a két valamit, dolognak. Elmond valamit Zuckerbergről, értem, amit akarsz, meg arról, hogy neki erre nincs pénze. Okay, tudod, neki arra sincs pénze, hogy a tartalomgyártás ért neked pénzt osszon vissza a hirdetésedből. A másik dolog pedig ez, amit mondtál, Oszi, ez a... Ez mit mondtam? Alig szólaltam meg. Hogy aláírtuk, előre. Igen. A szerződés lobogtatása, igen. Szomorú, hogy... Azért a legtöbb országnak a jogrendjében, ha jól tudom, létezik egy olyasmi fogalom, hogy a szerződés nem azonosan előnyös mindkét fél számára. Biztos sokkal szebben van ez jogász nyelven megfogalmazva. Én egyszer futottam egy ilyenbe bele, megmutattam egy jogásznak egy olyan szerződést, amit alá akartak velem iratni, ami arról szólt, hogy egy munkahelyen napi 5000 forintot fizetek én, hogy tanuljak. Ezzel akarták az egyébként zsebben fizetést, illetve a munkaügyi ellenőrzés esetén az egész ilyen fekete melót így elfedni, hogy valójában van egy szerződés, ami nem kell, hogy fizessek, de hogyha mégis valaki kér, hogy én miért ülök ott, akkor ott mondja, hogy hát én tanulni vagyok ott és pénzért. Nyilván nem írtam alá, de hogy erre azt mondta az adott jogász ismerősöm, hogy ezt ha aláírom, akkor is nyugodtan, ha mégis valaki akarna pénzbe hajtani ezért felőlem, akkor ezt meg lehet támadni. Van valami ilyen, hogy részei egy szerződésnek érvénytelenek lehetnek, amennyiben olyan szinten előnytelen az egyik fél számára, de nem hallok ilyeneket, meg feltétlenül nem tudom, hogy bíróságon hányszor támadják meg ezzel, nem a szerződés szegéssel, hanem ezzel utólag, hogy hát ez előnytelen, hát aláhírtad. Kicsit az, amit mondtál, hogy igazából az összes ilyen online regisztráció során nem nagyon van opciód arra, hogy személyi szabott legyen az a szerződés, az van kész, és hogy több száz oldal akár, és senki nem olvassa el, és aztán mivel regisztrálni meg szeretnél, ezért belemész, és ez a helyzet, ez is szintén ilyen ugye, aszimmetrikus, ezért azt gondolom, hogy hosszú távon eljuthat oda, hogy megjogászkodva ezt, igenis azt lehet mondani, hogy olyat fogadtattál el velem, amit amúgy egyszerűen nem lehet megkerülni. Tehát nem fogadtam el. Azt az üzenetet kaptuk, hogy sziasztok, szerintem a Facebook közművesítése remek ötlet, de sajnos lehetetlen. A mennyire érzed magad kommunistának kérdésekkel bombázó, az ideológiáknak csak szélsőségeit ismerő emberek számára a Facebook nem csak platform, hanem a kapitalizmus legdicsőbb gyermeke, egy valóságos félisten. Először kapitalizmusba vetett vakhitet kellene megtörni, írja az SMS író. Nem, hogy itt tényleg arról van szó, hogy amikor te a Facebookot közművesíteni akarod, akkor rögtön felvetődik a kérdés, hogy te kommunista vagy. Mert most attól, hogy a vízművek állami kézben van, vagy attól, hogy mondjuk a MÁV állami kézben van, attól Magyarország egy kommunista terrorrezsim? Azt nem veszik észre az emberek, hogy a gazdasági jobboldali és gazdasági baloldali elvek nagyjából vegyesen érvényesülnek, vagy hogy a tervgazdálkodás meg ez a szintiszta ilyen laborkapitalizmus vegyesen működik, hiszen szükség van külső beavatkozásra, akár a mezőgazdaság védelmében, akár az országon belül termelt, tudod, az adó, a vámokra mondjuk, az EU-n belül termelt javak védelmében. Szükség van a rendvédelemre azért, hogy nem mi legyünk az erőszak, amit fel kell vállalni, amikor a másik erőszakkal lép fel. Tehát bizonyos, az államnak bizonyos monopóliumok kiállnak, és vannak stratégiailag fontos szolgáltatások, amelyeknél szintén egyszerűen oda kell adni. Mi hoztuk létre az államot is,
nyilván ez ilyen rossz érzéssel tölt engem is el, hogy ez a fickónak a vállalkozása is hát túl fontosra sikerült végül ahhoz, hogy egyedül nála legyen a kormány. Miért ne lehetne beavatkozni, hiszen a például a televíziózás és rádiózás is a magántulajdon terméke Amerikában. Sőt, náluk a közszolgálás, sőt a vasúthálózat sőt, is. Léteznek. Náluk a legtöbb dolog pont nem olyan állami alapon alakult ki, mint itt nálunk és Európában, vagy pláne itt keleten. Léteznek trösztellenes törvények. És ennek precedense is volt az elmúlt évtizedekben, hogy amikor egy multi akkorára nő, hogy megsemmisíti a versenyt, tehát már nincsen verseny, hanem monopóliumként működik a nem piacon, mert pont az a lényeg, hogy nem megszünteti a piacot magát a monopólium által, akkor ezeket a trösztöket, ezeket szét lehessen darabolni. Microsoft ellen volt az első komoly ilyen szoftver. Igen, csak akkor jött második George Bush, és hirtelen, bár jogerős bírósági döntés volt arról, hogy föl kell darabolni a Microsoftot, hirtelen jött egy elnökváltás, és ez elmaradt. Hogy nem a Bill Gates kiegyezett az ifjabb Bush-sal, és elmaradt az, amire mondom jogerős bírósági döntés, tehát hogy mennyire jogállam ez, tudod? Amikor a multi éppen a pénzénél van, akkor arra hivatkozik, hogy jogállam, meg felhasználói szerződés. De tudod, amikor éppen hozunk egy törvényt arról, hogy föl kelljen darabolni, akkor ő a lobbistáin keresztül szépen megfizeti azokat a politikusokat, akik majd elfelejtik alkalmazni ezt a törvényt rajta. Vegyünk egy másik jelenséget is, amikor nem a feljelentgetéseknek a hatására törlik valakinek az oldalát, amit tudod, ahogy feljelentgetésnek hívjuk ezt a report gombot, azonnal beugrik nekem ez a 30-as évek vége, 40-es évek eleje, meg 50-es évek magyar lépcsőház, ahol az egyik elhúzott függöny mögül a szomszéd, aki túlhangosan hallgatta a rádiót, másnap valami gulágon vagy táborban találja magát, csak mert nem volt jó szomszéd. És hogy szinte nincs is itt másról szó, azt leszámítva, hogy a kisember jelent fel valakit, aki azért egy tömeget tudott verbuválni maga köré, tehát egy picit lehet egy Robin Hood érzésed, hogy te egymagad lenyilazod, tudod, leparittyázod a Góliátot, vagy lenyilazod azt a nagy otromba mamutot, ami csak kárt tesz. Mi van abban az esetben, ha valaki úgy veszti el a közösségi oldalon toborzott követő táborát, hogy egy hacker veri át, tehát a Peller Mariannak a 60 ezres követőtábora, meg a Kajdi Csabának a 230 ezres követőtábora ment a levesbe az elmúlt két hétben. Cilla visszakapta az eredetit? Hogy itt is felmerül az, hogy tudunk ilyenről, hogy elküldöd a személyigazolványodat, és kikeresik azt a profilt, és elhiszik, hogy az tényleg te vagy, és a tiéd volt. Tehát igazolod magad gyakorlatilag egy online tér fölött álló dokumentummal, a fényképes állami igazolványoddal. Hogy ezt az intézményt sem feltétlenül szolgáltatják ügyfélszolgálatként olyan nagyon bőkézzel, hanem tömegeknek tűnik el a saját kis fotó vagy Facebook íromány válogatása, és úgyhogy az a nevén volt, és nem tudja, hova kell fordulnia, a 223. helpben már egyszer le van írva valahogy, a help alatt is vannak, hál' Istennek, kommentek, úgyhogy óriás félinformációkat terjesztenek, meg olyan e-mail címeket dobálnak, hogy ide írj, mert itt van egy cég, aki kis pénzért megcsinálja neked, na ők még nagyobb zsiványok, akik még a bankkártya adataiddal is meglépnek, és tudod, az embereknek a nagy része mindig ki lesz annak téve, hogy az átverésre alkalmas, mert ezek, ha más nem rutinosabbak benne, hanem is okosabbak. Te pedig bajban vagy, és feltételezel, és ráadásul szabálykövető szeretné lenni, mindezt ráadásul gyorsan, nagy nyomás alatt, az a kisebbik bajból hajlamos vagy nagyobbat csinálni. Ilyen esetekben, amikor nem egy feljelentgetés, hanem egy hacker támadás, vagy egy ilyen kamu levél okozza azt, hogy elveszted a követőtáborodat, ugyanúgy nincs hová menned, és ugyanúgy egy közmű szintű ilyen idézőjelben alapjog kellene legyen, hogy az általad megtermelt kommunikációs massza, az alkotásod, vagy csak véleményed, vagy csak a családi fotóalbumod, az egy visszaszerezhető valami legyen. Nagyon ilyen totyogós fázisban vagyunk még ezen a téren, de már totyog. Tehát léteznek már, egyrészt rendőrségeken belül léteznek, nyilván nem az Instagram profilokról beszélek, de kiberbűnözéssel elleni osztályok, Magyarországon is van ilyen. Plusz, ami érdekes, hogy már biztosítás is van, jó, szerintem több éve elérhető már Magyarországon is, ami megint nem segít sokat, de legalább valamelyest
talán kártalaníthat, de ezek a lépések, ez a totyogás fázis, ahogy mondtam az elején, hogy szerintem pár év vagy évtized el kell, hogy teljen még ahhoz, hogy az, amit, hogy legyen hova fordulni ezekben esetekben, hogy igenis legyen ennek egy olyan, akár egy EU-s szervezet által fenntartott csapat, akikhez fordulhatsz, és akik azt mondják, hogy az egyébként amúgy sem Kaliforniában ketyegő algoritmus, mert már valószínűleg Írországban van régóta, hogy az ott történteket ők igenis a te nevedben téged képviselve fogják orvosolni, megoldani. És aztán aki meg az USA-ban jár, így az nyilván az ottani a megfelelő hatóságnál fogja tudni ezt megtenni. Sziasztok! Szerintetek jobb ötlet az állam kezébe adni a Facebookot? Kérdezi az SMS író. Attól szabadabb lenne? Amerre a világ most halad, én nem igazán tudnék megbízni egyik ország kormányában sem, írja a hallgató. De akárhogy is, ha nem tudsz megbízni egyik ország kormányában sem, akkor azoknak az országoknak a kormányai leválthatók. Ellentétben Mark Zuckerberggel, aki nem leváltható. Nem olyan könnyen minden esetet. Én úgy nem olyan könnyen, hát Magyarországon nem nagyon könnyen. Úgy gondolom, ha új intézményeket szeretnénk feltalálni, akkor azt már nemzetek fölöttinek kellene feltaláljuk, mint ahogy a klímaváltozás és a föld kihasználásának visszafordítása esetében is államok fölötti és országok fölötti összefogásokra van szükség. Akárhogy is. Az államoknak a kormánya, vagy a szuperállamoknak, ezeknek a nagy föderációknak, vagy konföderációknak a kormányai, ezek népszuverenitás által akárhogy is a legitimitásukat az emberek szavazataiból nyerik. Tehát az emberek választják őket, aztán az emberek leválthatják őket. Világos, hogy ezek a politikusok meg gátlástalanul meghekkelik a demokratikus intézményrendszereket, hogy ne legyen olyan könnyű őket eltávolítani, de ezek a rezsimek előbb-utóbb megbuknak. Ellentétben a halhatatlan cégekkel. De valamin buknak meg, tehát van ezer ügy, és egybe belebuknak. Egybe belebuknak. Na de téged meg lépten nyomon érhetne egy ügyfélszolgálati igény, hogy de nem az ezerből egyet akarom helyrehozni, hanem a 412. rám olyan súlyos hatás. De te mikor láttál egy multit megbukni? Mikor láttál egy multit belebukni bármibe, amit elkövetett? Abba, hogy szétszennyezte az óceánt. Uh-huh. Abba, hogy kiirtotta az esőerdőket. Abba, hogy fehér diktatúrákat juttatott hatalomra. Vagy abba, hogy esetleg a menstruáló pénztárosait vörös szalaggal jelölte meg. Volt rá példa amúgy, nem túl sok, de volt rá példa. Mondjuk 10 pár évvel ezelőtt volt egy Big Five nevű ilyen kis 5 cégből álló csapat, ami ilyen a legnagyobb adótanácsadó és könyvvizsgáló cégek. Ez ma már csak Big Four. Ennek az oka, hogy egyetlen egy ügyön elcsúszott az egyik, egy korrupciós ügyön, és nagyon nagy volt, nemzetközi cég, nyilván az egész világot beállott, és az egész beborult. Ebben van az E betűs, a K betűs, a P betűs. Van, így jó felé. Melyik betűs hiányzik? D. Aha. Tehát, és volt egy albetűs is. Ilyen franciás hangzású? Igen, aha, pontosan. Okay. És volt egy ötödik, de van ilyen ritka, nagyobb, valóban mint, ritka. Nagyobb, de, mint egy asztal. Nyugodtan igen, megnevezheted azt, amelyik megszűnt. Az nem lesz reklám. Ez a Deloitte. Nem, a Deloitte, ami még létezik. Igen. Már reklámoztatok. Akkor mi lenne? Köszi. Hárra hagyd meg. Arthur and Andersen. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy ez nem. Ők ilyen mesékkel foglalkoztak, de ez most nincs ennek annyira jelentősége. Viszont az, hogy a másik dolog, amit felvetette, hogy népszuverenitás, és megszavazták. A Facebook pedig a kapitalizmus legszebb története tét követve a fogyasztók által, a regisztráció által lett megszavazva tömegek által, és azért nyert a Facebook, nem pedig a MySpace, meg nem pedig a MyVip, meg nem pedig az IVV, és még sorolhatnám hány, és nem még a WeContact-e se, meg Kínában nem is tudom, hogy hívják a sajátjukat, mert szavaztunk. Ja, világos, de akkor viszont a Shellnek meg joga van szétszennyezni az óceánt, joga van a fáradt olajat beleengedni a mexikói öbölbe, joga van újabb és újabb fehér diktatúrákat hatalomra juttatni ott, ahol éppen olajat talál. Okay. Joga van, mert mi a választók, újra meg újra behajtunk a Shell kútra, tankolunk, megerősítjük őket abban, amit csinálnak, hát akkor miért kell őket akadályozni? Nem. Én ezt arra reflektáltam, hogy azt mondtad, hogy őket megszavaztuk.
megválasztottuk, vagy az adott országban megválasztották. Ehhez, erre az a neoliberálisok így gondolkodnak, utána, ahogyan te. De várjál, várjál, és aztán mi történt? Van olyan ország, ahol megválasztottak egy kormányt, és aztán baromira nem értünk egyet azzal, amit csinálni. Ismerek ilyet. Na, és akkor, tehát ne azzal hasonlítsd össze, hogy utána mit tesz. Csak nem Magyarországra azzal, célzol. Most nem mennék messzebb, ez kézzelfekvő, meg közel van. Ha? Tehát ez a része, ezzel a részével a következő kérdés. Maga az, hogy hogy kapta meg a felhatalmazást arra, hogy működjön és tömegeket mondjuk ellásson akár információval, mindenféle médiumon keresztül akár egy kormány, vagy a Facebook, erre mondom, hogy itt azért van némi analógia. Ott a szimpátiánkkal szavaztunk, őt választottuk erre, használni erre a feladatra, miközben itt meg a szavazatunkkal szavaztunk. Jó, tudod, csak mi ezeket a cégeket azzal bíztuk meg, hogy az ország törvényeit betartva szolgáltassanak nekünk olajat, internetet, közösségi médiát. Amikor ők az ország törvényeit felülírják, és mondjuk szennyeznek, mondjuk, mondom, fehér diktatúrákat juttatnak hatalomra Latin-Amerikában, mondjuk beszántják politikai pártoknak a Facebook oldalait, tudod, akkor túllépik azt a hatáskört, amivel megbíztuk őket. Itt már ők úgy működnek, mint egy szuperállam. Ők a nagy testvért játsszák, erre nem kaptak megbízást. És amikor túllépik a hatáskörüket, és elkezdik korlátozni a szabadságjogainkat, és elkezdik korlátozni az adott országnak a törvényeit felülírni, az a szituáció, amikor azt lehet mondani, hogy már nem egy multinacionális nagyvállalatnak minősülnek, hanem egy zsarnoknak, amely zsarnok az állam babérjaira tör, az állam funkcióit akarja a saját kezébe venni, és ilyenkor az államnak, vagy akár az Európai Uniónak, vagy akár egy szuperállamnak igenis felelőssége, hogy ezeket a jogosultságokat visszavegye a maga kezébe. Én javaslom csinálni egy milliárdan a Facebook ellen Facebook oldalt. És le lehet őket váltani. Belülről. Azt érzem, hogy a Facebook közösségi irányelvek dokumentum, ami egy ilyen kedves, rajzos, rövid, abszolút GDPR kompatibilis abból a szempontból, tudod, hogy nem kell nagy olvasási energiát befektetned. Pátoszos, tehát jó érzés elolvasni, mert szinkronban van az alapjogokkal. És marketingesek is átfésülték. Hát na, főleg ők. És ezt lobogtatják, de ez egy pamflet. Ez egy rövid valami. Nincsen konkrétum olyan szinten megfogalmazva benne. Egy nagyon szépen általánosan leírták, hogy lenne, milyen világban lenne jó létezni. Csak amikor ezzel a röplappal vernek ki téged az osztályteremből, mint tanárt, hogy itt már nem adhatsz elő, és utána gyűrve utánad vágják, hogy keresgéld, hogy melyik sora lehetett az. Nem, ebből nem tanulsz. A legtöbb kommunikátor a Facebookon azért szerintem már viszonylag rutinosabban, hogy mit szabadna és mit nem, de nem, ezzel így nem lehet fejlődni, hogy kirugdosnak, és hát majd gondolkozz el magadon, itt van a röplap. Ebből majd tanulsz. Ja. Hallgatóink néhány üzenete tátongó űr és hiányosság fölé emel hidat. Mi is mondhattuk volna? Nekünk kellett volna mondanunk. Ismertetjük a nap üzenetét. Így hangzik. Vajon, ha egy ilyen átpörgetett használati feltételben, gyakorlatilag szerződésben, egy apró pontban szerepelne, hogy kioperálhatjuk a vesédet, majd gyanútlanul rányomunk, hogy elfogad? Másnap jöhetnének joggal kérni a vesémet? Lásd a százlábú iPad című South Park részt. Na hát, úgy gondolom, hogy az SMS író itt és most rátapintott a lényegre. Az ország törvényei az irányadóak, és ha ők aláíratnak veled valamit, ami az ország törvényeit, aminek a betartatása rajtad az ország törvényeit sérti, akkor az a szerződés érvénytelen. Az a pontja érvénytelen. Amikor arra szerződtél, hogy a te vesédet kivehetik, az a szerződés, az semmis. Mert ilyesmire nem kötelezhet téged, mert a vesédről nem mondhatsz le. Pontosan ugyanígy a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogodról nem mondhatsz le, amíg az adott ország törvényeit nem sértett, tehát nem uszítasz erőszakra, más biztonságát, más életét nem veszélyezteted azzal, amit mondasz, addig igenis
azt a jogodat, hogy te megfogalmazd a véleményedet, az alkotmány szavatolja, és ezt az alkotmányt nincs az a Mark Zuckerberg, aki felülírhatja. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka-vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. Kaptunk üzenetet a 0630 011 0725-ös SMS számunkra, így hangzik. Az a kérdés, hogy hogyan lehetne szabályozni a fake news-t, illetve a trollokat. Mert én úgy gondolom, hogy fake news-t ne lehessen terjeszteni, írja a hallgató. Olyat, ami tudatosan hazugság. Főleg, ha valamilyen hivatalos szervtől származik. De nem tartom a gyakorlatban megvalósíthatónak. Ti láttok erre megoldást? Az oltás ellenesek miatt olyan betegségek tértek vissza. Ez már vissza. Egy másik SMS. Nem, szerintem ez ugyanaz az SMS. Igen? Író, mert okay. Ja. Ebbe az érvelésbe illeszkedik. Mm-hmm. Olyan betegségek tértek vissza, mint például a kanyaró, amelyek korábban az oltásnak köszönhetően szinte teljesen eltűntek. Ezért az ilyen áltudományos oldalakat le kell tiltani, mert másokat veszélyeztetnek. Érdekes felvetés. Én azt gondolom, hogy ez nem állja meg a helyét az a feltétel, amit megfogalmaz az SMS író, miszerint olyat, ami tudatosan hazugság. Tehát tudjuk jól, hogy ezek az oltásellenesek, ezek jóhiszeműen mondják az oltásellenes dolgaikat, meg adják elő a fake newsokat, ők meg akarnak menteni téged attól, hogy megmérgezzenek téged azzal, amit oltásnak hiszel. Tehát, hogy valójában ők jóhiszeműen irogatják, ők tényleg ezt így gondolják. Világos, hogy fake news, világos, hogyha ez igazolhatóan járványokhoz vezet, akkor azt gondolom, hogy ennek érdekében a magasabb társadalmi érdek mentén azt hiszem, hogy lehetne korlátozni az ilyen fake news. De tudod, ami alapján meghatározott, hogy mi a fake news, és mi nem az. Holnap lehet, hogy te leszel a fake news, egyrészt tudod? Ott van mögött a kötelező védőoltások sora, és a védőnői szolgálat. Tehát, hogy ez védi a gyerekeket annak megfelelően, hogy mi az, amire tényleg szüksége van, mert belehal, és mi az, ami pedig opcionális, hogy beadható. A fake news-okat illetően pedig ugye vannak már különböző felületek, vagy ilyen kis csíkok, amelyek megjelennek vagy politikai szponzorált poszton, vagy egyszerűen egy olyan forrásból származó oldalon, akár Facebookon, akár Twitteren, amely vitatható valóságtartalommal, vagy valóság százalékkal rendelkezik. Ami viszont számomra visszás, ugye, amit említettem már talán, hogy a Trumpnak a posztjain ott van a kis piros címke, hogy hát ez valószínűleg nem igaz. És értem én, hogy szinte a demokráciához méltatlanul badarságokat hord össze így a választás vége felé, de miért ne tehetné ezt szóvá, és milyen érzés lehet egy embernek ezt nézni, aki őt megválasztotta akárhogy elnöknek? Akárhogy is ő az amerikai elnök. Igen, igen, és hogy tudod, nekem csak, nincsen ettől jó érzésem, ha utálom a Trumpot, ha nem. Csak hogy itt arról van szó, hogy az előző választáson a Facebook a Cambridge Analytica-val összefonódva, összejátszva juttatta nemtelen előnyhöz ilyen Facebook oldalak, ilyen kamu híroldalaknak, ilyen álhíroldalaknak, fake news felületeknek a feldobálásával. Erről beszéltünk pár héttel ezelőtt. Te elnökké Donald Trumpot. Uh-huh. Tehát, hogy Mark Zuckerberg és a Facebook eszköze volt a megválasztásnak. Igen, a Cambridge Analytica-val összejátszva felelős azért, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke. És ezért elég keményen számon lett kérve, szenátusi meghallgatása volt. Ennek az eredménye valószínűleg ez a címkézés. Most ő ezt kompenzálja a korábbi bűneit, mert szeretné a cégét megmenteni, és ő most úgy kalkulál, és jól kalkulál azzal, hogy a demokraták azok, akik elsősorban
elsősorban támadják. A demokratáknak csípi a szemét az ő túlhatalma, úgyhogy ő most a Donald Trumpnak a kiírásait könnyű kézzel fake newsnak bélyegezheti, hiszen ő neki most erre kell, tehát a cégének az érdekében erre kell a hangsúlyt fektetni. Nem gondolom, hogy ennyire tudatos lenne ez. Egyébként én nem azt raknám mellé, hogy mit csináltak 4 évvel ezelőtt ők, hanem oszcinált, tehát a megítélésre, mint magánember, mit gondolok arról, hogy piros jelölések vannak a tweetjei helyett vagy alatt, vagy akár a Facebook posztjai alatt. Én azt raknám mellé, hogy ő mit csinált egyébként például azokon az élő beszélgetéseken az elmúlt 4 évben, ahol nála kevésbé hangos, de sokszor azért értelmesebb emberekkel vitába bonyolódott, és ez a vita sokszor arról szólt, hogy letorkolta a másikat kézzel is, és verbálisan is. Többször előfordult, hogy kézzel jelezte. Nyilván meg nem üti a másikat. Félretolta a vita. Volt ilyen. Na most, ha ezt mellé tesszük, hogy itt meg megkapja a kis piros, akkor én azt mondom, hogy hát igen. Tehát most neki azt kell eltűrnie, amit csinált egyébként 4 éven át személyesen nem egyszer. Tehát, hogy én ezt nem érzem akkor, nem érzem olyan gáznak. Azt magát, a jelenséget, hogy esetleg nem mondhatja el valaki a véleményét, mert piros dolgok jelennek meg alatt, vagy helyette, azt arról lehet amúgy beszélni. Amúgy egyébként elmondhatja. Vagy el is mondhatja igazából. És elolvasod. Igen. Ugyanígy letakar homályosan olyan felkavaró képsorokat mondjuk az Instagram vagy a Facebook, amelyek ezzel megjelöltek. Nem tiltja le, nem törli le, csak figyelmeztet, hogy második kattintásig gondolkodj. Nem tiltja le, csak jelzi a demokratáknak, hogy ő ezzel nem ért egyet. Aha. Tudod, ez valójában ez a jelzés nem neked szól. Aha. Ez a jelzés, ez a következő kormánynak szól, hogy ő neki ehhez semmi köze. Ez az emberséghez. Nyomorult itt tartani. De én most egy kicsit úgy nyomorult itt tartani. Egy jogos a kérdés, hogy és hogy szabályozod a trollt, vagy hogy tudod hitelesen a fake news-t kiszűrni és eltüntetni. Ugyanakkor sokkal erősebb cenzúrázásra hív fel az SMS író, mint amilyennel én együtt szeretnék élni. Annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy igaza van, nem szeretném, ha a zaj az még nagyobbra nőne, és még több hülyeséggel lenne tele a világ, mert elképzelhető, hogy annak mondjuk egy nyomorult élet, vagy egy beteg gyerek lesz az eredménye, de annyira, nem, én most az az érzésem, hogy Robi bármi lenne, valahol találnál fogást a Facebookon, és meg is értem, mert akárhova pakolod a potmétereket, a végén valahol deficit lesz, és abba bele lehet kötni, azt meg lehet látni, szemet fogsz szúrni, és az lesz a kavics a cipődben, nem pedig a többi, ami éppen nem szól. Ezzel nincs is semmi baj, de mi van akkor, ha odáig jut majd a Facebook, hogy azt mondja, hogy ezt az egészet oké, hogy általunk konstruál, de öntanuló mesterséges intelligenciára bízom. Annak a verdiktjeit elfogadnád? Mert akkor, és akkor tényleg hátrább lépünk, az egyre okosabb, egyre inkább látja, és probléma van ez. Ha az a mesterséges intelligencia nem a Mark Zuckerbergnek az ízlését, hanem az adott ország törvényeit érvényesítené, és megbízhatóan, és értené a humort, és értené az iróniát, és értené a művészetet. Nehéz és lesz neki. Igen, tudod, hogyha ilyen színvonalon állna, és hajlandó lenne az adott ország törvényeit érvényesíteni, én azt mondanám, oké. Okay. Figyelj, az a probléma ezzel, Zoli, hogy ez az öntanuló szar, ez azt tudja megtanulni, hogy ki melyik hülye jelentgeti föl azt a tartalmat, nem pedig azt, hogy a háttérben az ehhez kapcsolódó bírósági folyamatnak mi lett az első, másod valóban és a legfelsőbb fokú ítélete, hogy az nincsen becsatornázva a digitális rendszerbe, ez csak az, hogy a valamilyenné doktor valamilyen valaki, az habzó szája rányomott, mert nem tetszik neki ez, vagy éppen amaz. Ez tudja mérni a mesterséges intelligenciát, ebbe az iskolába ne is irassuk be. Persze, ebbe igazad van, de most ez, amit én mondtam, egy lehetséges alternatíva, arra voltam kíváncsi, hogy végre ettől a kis kaliforniai vörös gyerektől elvonatkoztatunk, és az egészet kivesztük, és másnak a kezébe van ráadásul emileg semleges kézben, akkor ugyanezek a deficitek, akkor azzal, ezzel mit fogunk kezdeni. És nem arra igazad van, teljesen jogos, de a mesterséges intelligencia az egy nagyon
friss még igazából, egy nagyon friss tudományterület, és fejlődik, és 5 év múlva már lehet, hogy nem ezt fogod te sem mondani róla, meg nem ezt fogjuk gondolni róla, és egy ilyen nagyon ideális, vagy optimista változatot, hogyha elképzelsz, akkor ennek, és te, amit vázoltál, Robi, azt mondod, hogy te azt elfogadnád. Én azt gondolom, hogy azért találnál rajta fogást, ami nem baj. Egyébként pont ez a lényeg. De találjon, igazából pont, Robi, ezt mondom, hát, találjon legyen is. Okosabb, igen. És értse az iróniát, mondjuk. Uh-huh. Értse uh-huh. a humort. Ugyanakkor legyen hozzá egy humán felülbírálati lehetőség, amikor nem értette a helyes szándékot, vagy mondjuk azt, hogy én például egyszer írtam, ennek a feljelentgető nyugdíjas nőnek a nevében írtam egy Facebook posztot, tudod, akinek köszönhetett, hogy elhurcolták a nagyszüleidet, és az ő meglátását írtam le a világról. Ez egy teljesen világos ilyen szatíraszerűség volt, de ezt ember fogja érteni, és aki talált benne egy kifejezést, ami nem tetszik, az feljelent. Tette, és gyakorlatilag a legérvényesebb, legfontosabb dolog volt, amitől a legjobban hányok a világon, és a leginkább erkölcstelennek tartom, és ezt végre sikerült úgy szavakban öntenem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy művészi értéke volt, és hatásos volt az a szöveg, na azt elásták egy életre. Azt én nem látom többet, hogy tudod, így végre erővel tudod kifejezni, hogy mennyire nincsen rendben ez a konyhásnénik a visszatérés epipóból attitűd a világon, hogy hát ő mindig előre köszönt, akkor biztos nem csinált semmi rosszat. Egy nap múlva nem volt sehol az a poszt. A screenshot? Vágó Istvánnal pár évvel ezelőtt vitába keveredtem. Vágó István ugyanis a Facebookot a véleménynyilvánítás szabadságának a legfőbb letéteményesének látja. Én meg hát fölhívtam a figyelmet a nyilvánosságban arra, hogy hát itt azért a véleménynyilvánítás éppen hogy sérül a Facebooknak az algoritmusai által. A Vágó István meg rám kiabált a saját oldalán keresztül, hogy én meg vagyok-e húzatva, hogy idióta vagyok, stb. Alig telt bele néhány hónap, és Vágó Istvánnak a Facebook oldalát egy teljes hónapra elvette Mark Zuckerberg, mert Vágó István föl volt háborodva, éppen valakik, mit én, nemzeti szocialisták vagy fasiszták valahol vonultak, és az ő masírozásukról készült képet rakta ki Vágó István a Facebookjára, és aláírta, hogy hát ez már milyen ez az ország, hogy ezek itt náculnak. Föl volt háborodva, majd a Mark Zuckerberg néhány órán belül nem csak, hogy letiltotta a bejegyzést, elvette Vágó István oldalát, mondom, jogorvoslati lehetőség, vagy reális, teljesíthető jogorvoslati lehetőség nélkül. Nyilván meg lehet mondani a Vágó Istvánnak, hogy ki lehet menni Kaliforniába, vagy Dublinba perelni. Hajlá. Lényeg, hogy elvették Vágó Istvánnak az oldalát egy teljes hónapra. Miközben hónapra. Egy érvényes véleményt fogalmazott miért? Meg, de miért? A csatolt kép... Mert az algoritmus nácinak nézte Vágó Istvánt. Mert Mark Zuckerbergnek nincsen pénze arra, hogy utána járjon annak, hogy az a tartalom, amit most az algoritmus elfogott, az most egy fasiszta vagy egy antifasiszta tartalom, annyit ért, hogy ez a fasisztákkal kapcsolatos tartalom, és az ilyen tartalmat nem szeretjük. Nem szeretjük, mert potenciálisan fasiszta. És a potenciális fasizmusáért tiltotta le Vágó Istvánt egy hónapra a Facebook, ezután Vágó István is elgondolkodhatott azon, hogy vajon én vagyok-e meghúzatva, amikor az ő szabadságát, az ő posztolásának a szabadságát védelmezem. Egyébként nagyon hasonlít ez a fasizmusnak a szőnyeg alá söprése, hogy hát ha nem beszélünk róla, nem történik meg, a homoszexualitáshoz. Csak a fasizmus tényleg memetikailag fertőz. Míg a homoszexualitás az, hát az egy... Én nem hiszem, hogy lehet annyi órán keresztül Gay Pride-ot nézni, hogy valaki megkívánja a saját nemét. Nagyon sokáig kell tényleg való. Nem tudom, én egyelőre úgy tűnik, hogy 72 óra alatt nem történik meg, én eddig annyit néztem. Itt azt írja a hallgató. Sziasztok! Kölcsönadod majd? Ami a Facebookon nagyon ijesztő új jelenség, az az úgynevezett független tényellenőrzők, akik akár egy viccmémet is letilthatnak, mondván szerkesztett kép. Nem ritka, hogy ez alapján politikusok közéleti szereplők posztjait is megbélyegzik, írja Dávid. Ugye, független tényellenőrzők, mik ezek? Ez ugye itt egy, az ilyen nanoroboti működés, az nagyon jól működik az ennél kevésbé kifinomult terekben. Tehát
az önkéntesek például a Wikipédia rendszerében, hogy ott annyian szerkesztik, hogy egy cikkre is jut több ellenőrző, kialakul egy vita, ha vitatható tartalom van benne, és kvázi, mint a nanorobot, tudod, aki nem tud másképp viselkedni, mert egy vegyi elem, mint egy bonyolult fehérje, hogy csak ahhoz a dologhoz tud kapcsolódni, arra a receptorra, az blokkolni fog valaminek a termelését, és akkor te jól érzed majd magad, vagy hányni kezdesz. Így működik, hogy az egyén önkéntesen, ingyen és bérmentve beavatkozhat, és egy másik egyén azt vitathatja, és ez nagyon jól működik. És így működhet ilyen szociális alapon, hogy te csak pontosan ugyanazért, amiért te is jól éreznéd magad, és az iménti SMS író is jól érezni magát attól, ha kevesebb fake news volna, hogy emberek polgárőrnek jelentkeznek ebbe, és nem feltétlenül politikai elhivatottságból, hanem az igazság iránti elhivatottságból. Utána néznek, mint egy ilyen urbanlegends.hu, hogy tudod, nincs igazán politikai oka az ott szereplő dolgoknak, csak egyszerűen mindegyik vitatható baromság, amelyeknek néha mi magunk is bedőlünk, és itt teret adunk neki, mert miért ne dőlnénk meg, hát annyira zseniálisan meg lett alkotva az Urban Legend, hogy ilyen alapon ő azzal foglalkozik, hogy utána néz dolgoknak, amik igaznak tűnnek. És ezt a közvállalja ingyen és bérmentve, nem kell a Mark Cukinak a zsebében nyúlnia ehhez. Szerintem ez ilyen alapon működ, és ettől független, hogy önkéntes, és... Na, ezt a részét fogják, lehet leghamarabb ugye megkérdőjelezni rögtön, hogyha nem... Független az olyan erős szó, mindig olyan hirtelen rádobni valamire. De most én úgy érzem, hogy ezek a multinacionális cégek, ezek folyamatosan termelik az externáliát, és azt az externáliát, a következményét a működésüknek, azt ráterhelik a társadalmakra. Tehát amikor az ExxonMobil vagy a Shell szétszennyezi olajjal a mexikói öblöt... Tényleg már ezek mind megteszik, szétszennyezi olajjal a mexikói öblöt, ezt követően a mexikói öbölnek a megtisztítását, vagy egyáltalán az élő környezetnek a rekonstrukcióját, azt az államoknak kell végezniük. Most itt valami nagyon hasonló dolog történik. A Mark Zuckerberg meg a Facebook létrehozott egy toxikus környezetet, amely toxikus környezet humán externáliát termel folyamatosan ennek az uszításnak, ennek a gyűlöletbeszédnek a képében, ami nagyon sok pénzt termel Mark Zuckerbergnek, és ennek az externáliáit, a jogi externáliáit Mark Zuckerberg kiszervezi az államokra, és a horvát oszi kollégánk az itt nagy meggyőződéssel a szemében magyarázza, hogy nagyon jó, nagyon helyes, azt már végezzék az államok. Én meg nem így gondolom, én meg úgy gondolom, hogy végezze el Mark Zuckerberg. Ez az ő cége, az ő profitja, az ő általa megtermelt emberi jogi externáliákat ne az államok végezzék el. Végezze el Mark Zuckerberg, az ő feladata. Jó, ebben vagy, nem értünk egyet akkor. Vagy legyen az, mint ami egyébként kihagytad szerintem a sztoriból, hogy egy ilyen olajszennyezésnek azért vannak következményei, anyagi következményei az adott szennyező felé. Terheljék vissza az olajcégre! Így van, de ez egy részét terhelik is, mert vannak büntetések. És akkor ja, csak ezeket a büntetéseket bekalkulálják a költségvetésükbe. Bekalkulálják, az már az ő dolguk egyébként. Nem az ő dolguk, a mi dolgunk, mert a mi tengerünket szennyezik az szét. A része, igen, de az, hogy aztán ez mennyire fáj neki ezt kifizetni. Na, lett a tenger igen, közben. Csak lettünk. Valami csak történt. De hogy akkor legyen ez az irány, hogy akkor egy felügyelő szerv ezt tehesse meg. Hogy azt mondja, hogy bizonyos ilyen esetekben akkor a büntetéseket. Persze. És olyan mértékű büntetést. Na igen, csak megérsz. Tudod, olyan mértékű büntetést, amit már megér az a Facebook, nem fog kapni a Facebook, mert a Facebook a lobbistáit el fogja küldeni az adott kormányhoz, és az adott kormányt ki fogja vásárolni a mi szuverenitásunkból. Akkor csak az marad, amit mondtam, 1 milliárdan a Facebook ellen Facebook oldallal kezdeményezni. Hánynál szállnék? Hát de nekem valamiért az az érzésem, hogy gúnyolódsz. Nem. De ugye ez egy létező probléma, érted? A probléma, persze, viszont egy kicsit én meg azt érzem, hogy ez ilyen megoldhatatlan dolog. Ez olyan, mintha a kapitalizmus alapvető problémáit is megpróbálnám megoldani. Meg lehet oldani állami felügyelettel. Tehát a kapitalizmust nem feltétlenül kell szabadjára engedni. Nem a tőke önvezér... Jó formát. De egyre inkább így van. Volt egy időszak a 20. század derekán, nagyjából a
70-es években volt ez a csúcson, amikor az államnak a felügyelete, meg az államnak a beleszólása a tőke mozgásába, meg a szabad piac működésébe az a csúcson volt, és azután jött az úgynevezett neoliberális fordulat, Amerikában a Ronald Reagannek a nevéhez, Nagy-Britanniában a Margaret Thatchernek a nevéhez fűződik, és onnan kezdve, mondjuk a 80-as évek első felétől kezdve fokozatosan építik le az államnak a szerepét a piacon. És great is good, ugye? Újra lépünk be abba a világba, ami a manchesteri kapitalizmus, ami a Charles Dickensnek a világa, ahol a cégek szabályoznak mindent a saját profitjuk, saját profit érdekük mentén, és van egy mítosz a tőke láthatatlan kezéről. Tudod, ami majd így szépen elszabályozza, majd így szépen mindent a helyére rak, csak hát a tőke láthatatlan keze számára például a kis Twist Olivernek a sorsa semmit nem ér. A semminél is kevesebbet ér. Na most ez tényleg ez a kérdés, hogy akarunk-e egy olyan világban élni, ami a fiktív nem személyeket, az emberi jogokat kapott fikciókat, ezeket a cégeket emberként kezeli, az embereket meg üzemanyagként, vagy ahogy Orbán Viktor fogalmaz, nemzeti erőforrásként kezeli. Sometimes people make a war, Iniko, Melaniko, Noroxai, Papa Veruapa, Chikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék, az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztináció. Nos, a korlátolt felelősségű társaság elnevezésű zenei együttes és kamara zenekar Afrika című zeneszámának a szövegével szeretnénk foglalkozni. Mert hiszen miért ne egyrészt, másrészt mert mi minden meg szeretnék irodalmi igénnyel fordulunk a dalszövegek felé. Tudjuk, megtanultuk, hogy ezeket nem kell komolyan venni, ezek tulajdonképpen alig különbek a reklámszövegeknél, de mi meg szeretnénk azzal a, hogy mondjam, azzal az attitűddel viszonyulni továbbra is az irodalomhoz, amivel az irodalom órán. Meg figyelembe véve, hogy azért mégiscsak a KFT-ről van szó, akiknek azért a munkássága talán mégis egy picit több figyelmet is érdemel. Hát olyannyira, hogy az én véleményem szerint ez a balatoni nyár az a legjobb magyar popzene. Olyan szempontból a legjobb, hogy nem a zeneileg, hanem hogy benne van tényleg az a humor, az az önkritika, az a rettenetes hazudozás, ami még lehet, hogy szerintem még mindig egy jobb kivitele annak a kis nádasban eltöltött Hanc úrnak, mint az őszinteség. Az, hogy kritizálja a balatoni termékek árait, hogy még ez is belefér neki. És valahol mégiscsak ad egy képeslap hangulatot is, ami azzal a negédességével, amit egyébként meg mellé rakva ezt az őszinteséget kicsit kontrasztos. Na mindeközben viszont az Afrika című szám az bármelyik középiskolás sulibuli és bármelyik lagzinak a rikácsolva berugva üvöltő állapotú makákó, ugye a makákónál különösen feltöltődik az ember tüdeje, az átlagos magyar ember annál a résznél egyszerűen így muszáj neki, mint amikor a Simon & Garfunkelben van az a, mit tudom én, 10,000 people, maybe more, van az a szöveg, és akkor az a közönség azt minden koncerten az sokkal hangosabban énekli, vagy mint a Queennél a Mama, azt nincs az a nemzet, aki ne értené ezt, hogy meg hogy mama, és akkor azt üvölti, és a következő sornál meg már mint a Mr. Bean a Halleluja alatt a templomba, tudja, mint aki tudja a szöveget. Én érzek egy fajta összefüggést a Lár Andrásnak a későbbi abszurd humorista énje, meg a KFT dalszövegei között, minthogyha a KFT dalszövegei tulajdonképpen az előtanulmányai lennének a későbbi teljes elborulásnak, hogy a KFT szövegek mindegyike az abszurddal határos, az abszurddal játszik, az abszurddal szédeleg, még nem hatol be az abszurdba olyan módon, ahogy a Besenyő Pista bácsi tette, hanem tulajdonképpen megőrzi az egy lépés távolságot, de az egy lépés távolság az jóval kisebb, mint bármelyik másik 80-as évekbeli amúgy a
Erdős Péter, meg az Acél György által kontrollált nyilvánosságban így előfordult. Ez a szám például az Afrika című szám, mindegyik másképp határos az abszurddal. Ez az Afrika című szám, ez tulajdonképpen olyan, mintha egy autista énekelné arról, hogy ő hogy képzeli el Afrikát, meg majd milyen lesz, ha ő elutazik Afrikába. Hogy az összes sztereotípia össze van zsúfolva, és annyira banális, annyira triviális minden sora, hogy ez gyakorlatilag nem vehető komolyan. Tehát nem ez nem egy felnőtt ember, aki el akar menni Afrikába, és ezt gondolja, ez egy gyerek, aki felnőtt, valójában a genitáliája, az már azt jelzi, hogy ő egy felnőtt férfi, de lélekben, pszichében ő valójában egy hülye gyerek. Ráadásul egy fogyatékos hülye gyerek. Ő egy képeskönyvből ismerte meg, illetve egy kifestőből még talán. Igen. Tehát, hogy nagyjából tudod, az oviból most felvételizik az isibe. Ez a szint. És semmilyen rettenetes dologgal kapcsolatban nincsen reflexió ebben a szövegben. Nem tudod, hogy az Afrikával kapcsolatban, különösen a 80-as évek derekán, amikor az ilyen USA for Africa, ott talán a 81-es, a We Are the World című ilyen segélyszám. Aztán a Live Aid, ami talán 85-ös, 6-os fogalmam, nincs, csak dobálom az évszámot. 84-85 körül volt. A KFT Afrika című szám a 84-es lemezen volt rajta, a Lárpullárnak az alakulása pedig egyébként 86-os, tehát itt ha lenne is átfedés, de nincs, tehát ugye a történetisége a dolognak tényleg úgy alakul, hogy a KFT abszolút előfutára, és még ez a dal is előfutára a Lárpullár kanyarban levésének. Még a nem tudom, én a Lárpullárról az a Jön a medve, vagy valami hasonló című film. Jön a Yeti. Nem, én medvére gondolok. Valamilyen teljesen abszurd filmalkotásnak a keretei között találkoztam először. Nem a nagy televízióban rendszeresen jelentkező showműsor formájában, és nem is a színházakban. Kis érdekesség, hogy mennyire mindig progresszívek voltak, ha lehet ezt így mondani, hogy 96-ban ők csináltak először, és nem is tudom, hogy azóta volt-e ilyen internetes koncertet, azt hiszem a Budapest Sportcsarnokban. Én ott voltam egyébként, remélem jól emlékszem, minek? Hogy a BS-be volt. Hiszennetes? Igen, minek hiszennetes? Ez arról minek? Szólt, úgy volt internetes koncert, hogy egyrészt a neten egy csomó mindent már volt ezzel kapcsolatban, ami ritka volt akkoriban, még plusz azt hiszem Vahorn András részt vett távolról a koncerten, közben talán rajzolgatott a zenék hangulatának. Hát igen, gyakorlatilag láttál egy kivetített Paintet, meg volt még egy-két ilyen performance, amihez kellett iszonylag ilyen egy 56K-s modemnek a sebessége annak idején, de hogy azért ez elég nagy újdonság volt, tehát ők kicsit előrébb jártak már akkor is. Olyan dolgokat mond ki, amiket nem mondunk ki, tudod, mert annyira triviális, tehát, ha meguntam, hogy mindig itt legyek, majd utazgatok, mert utazni élvezet. Ezeken túllépünk, és arról van szó, hogy hát úgy elutaznék. Tehát ezeket így nem mondott ki, mert annyira triviális, és megmondtam, megmostad a füled mögött is. Igen, anya, megmostam a fülem mögött is. Ha meguntam, hogy mindig itt legyek, a mindig teljesen felesleges, ott picit a Forrest Gumpnak lehet, hogy a filmszövegében nem, de a könyvben biztos, hogy hangzik el ezt, hogy csak játszásiból csináltuk. Nekem teljesen ezt az óvodás számonkért kisgyerek hangot hozza, de akkor hallgassuk is, hogy mi a helyzet. Ha meguntam, hogy mindig itt legyek, majd utazgatok, mert utazni élvezett, de szóba se jöhet Skandinávia, csak a jó meleg Afrika, ott füllett az erotika. Ha-ha-ha. Ugye ez tök jó, hogy teljesen világos, hogy füllett. De nem látok semmi erotikusat abban, hogy ilyen legyekeszik a bőrfelületet. Felpuffadhassuk kisgyerekekre, rászállnak a legyek. Nagyon kevés afrikai élményből táplálkozik ez, ahogy hát előbb is beszéltem. Meleg van. Később ez még talán ennyi. Nem, minden bele lett zsúfolva ebbe a számba, amit Afrikáról az alsó tagozatosok is tudnak. Tudod, a puputevétől elkezdve. A puputeve ez az észak-afrikai. Ráadásul teljesen. Igen, tehát kibérelk egy jó nagy puputevét. Ugyanannyira kerül, akkor nagy legyen. Kenyát és zimbabvét. Teljesen más égőfő. Tovább bírja a nagyobb teve. De ez kicsit olyan ez a szám, mint azok a tárgyak bizonyos ilyen kiránduló, vagy turisták által látogatott helyeken, amit az összes dolgot bele akarják zsúfolni egyetlen tárgyba, ami az adott országra jellemző. Tehát, akár egy ilyen hógömbbe, egy nagyvárosnak az ilyen, tudod, a főbb épületeit, a Barcelonától New
akik bármelyiket mondhatnánk, és egy hógömbben meg tudod venni vagy a reptéren. Vagy amiben... egy t-shirtre. Vagy egy t-shirtre, így szépen egymás mögé. Igen, ez nagyjából ők... Vagy az a kontúr, ami mondjuk híradó háttérnek jó, vagy egy metró megállóban, hogy látod egy kicsit a Hősök terét, de a következő figura már a Szabadságszobor, utána meg a Parlament, és ez de látszólag ezek egymás mellett. Az a nagyon vicces ebben a szövegben, hogy egyáltalán nem kérdezte senki, sőt nem is tárgya a dalszövegnek, hogy hát Lár András kanos. De ez aztán így kiderül, pedig hát nagyon nem erről van szó, de Lár András nem tudja magában tartani. Hát így vetődik fel, hogy csak a jó meleg Afrika, ott füllett az erotika. Ki kérdezte egyáltalán, hogy vetődik fel? Egy néger csókért mindenem odaadom, utólag úgyis az egészet letagadom. Ha már ez nem annyira PC-re. De hát ugye, mert de minden feketének adta. Fizetek egy feketét. Hát, tudod, na, erről beszélek. Hogy valójában tudod, itt azért átjön, mert a hülye gyerek, amikor erről beszél, azért minden második mondatban ott van, hogy ő azért most már zsákolna. Igen, nem kérdezte senki. Elutazok, miért? Hát unalmas itt, de tényleg ezért? Nem, hát akarok világot látni, de tényleg ezért? Fázom, melegebb helyre mennék. Na jó, most már tényleg mondd meg miért. Hát itt nem nagyon engedik, hogy szexeljek velük. Vagy ahogy Csicsolina fogalmazna, hogy lefeküdjünk szexezni. Azt hiszem, ő így mondta. Bejárja Kenyát, Zimbabwét. Ez, hogy minden feketének fizet egy feketét, na mert pont kávéra van még ott szükség. Ja. Vagy éppen. Ja, nem, hogy ez a poén, hogy a feketének egy feketét, tudod? Érted? Kacsint. Ja, nyilván szereti a feketét, hát azért fekete. És valahol megköszönhetjük, hogy a negrót az kihagyta, tehát, hogy nem víz nekik például. Tudod, szavannák, fekete nők. Ó, Afrika. Tehát, hogy itt élnék a gyanúperrel, hogy Lár András elsősorban nem utazni akar. De igazából a Bornai énekelte ugyan a másikat, de már ott is kiderült, hogy ugye azért a Balaton dologban egy eléggé fontos elem az, hogy valami csak összejön a Nádasban, ezt vitték. Tehát ők azóta is, tehát hogy nincs szünet ebben. Azt mondja a refrénben ugye párduc, oroszlán, gorilla, makákó, bambusznád, majom, kenyérfa, kókuszdió, nem vagyok benne állatok, biztos, növények. Hogy minden része ott megtalálható, szavannák, fekete nők, ez itt rendben van, ez egy felsorolásszerű. Kedve, mint a ilyen országok nincs közé. Nincs alanyállítmány, ez annyira menő, hogy egy bevásárlóristaként énekeljük el. Kifestő album. Na, kisfiam, ülj az ülembe, és mondd, hogy miket ismersz föl innen a Dörmögő 17. oldaláról. Makákó. Jól van, egyébként tud működni szerintem az, hogyha valami, amit amúgy nem ismersz, de van egy ilyen romantikus vagy egzotikus képed az egész a fejedben, és akkor egy ilyen felsorolás szerepel egy ilyen számon, hogy azért ezt jó vele dúdolni, jó vele, igen, az ott. És van ez a ködös rózsaszín romantikája. A lányokat majd a bozódba csábítom. Tudod, ez az, amit nem lehet Európában? Vagy arról van szó, hogy ott Afrikában, hogy sokkal lazábbak az erkölcsök. Bizonyán. És itt Európában ismerkedni kell, és az ismerkedés közben mindig kiderül, hogy kiskorú vagyok, vagy legalábbis a felnőtt testemben egy gyerek lakik. De ott, ahol tulajdonképpen mindenki a féle... Félig kucéran, tudod, még alig jöttek le a fáról, ott berángatom őket a bozótba, és kész! Nincs törvény! Tudod, nincs semmi, ami előre meg lenne határozva, vagy szabály lenne, ott kiélhetem az ösztöneimet. Tulajdonképpen az emberiségnek az ösztönvilága Afrika. Ahol még... Mint ahogy az eredete is. Így nem, aligha véletlenül, és aligha véletlen, hogy az ösztönvilágába veszni óhajtó Lár András oda menne elfelejtkezni a civilizáció görnyesztő terheiről. De milyen érdekes, hát itt a kereslet és kínálat oldal, hogy nem világos, hogy mi a helyzet. Ugye az történik, hogy a lányokat ő a bozótba csábítja. Ugye amennyi csábítási ereje és intelligenciája lehet annak, aki ilyen formában fogalmazza meg az utazási és szaporodás biológiai igényeit a közeljövőre nézve, nem biztos, hogy annyira tud csábítani. Mégis ott képes lenne, ugyanis ehhez elég volna megjelennie. Tudod, mint egy az egzotikus külföldi kum, aki odaáll a bozót mellé, és ettől a bármelyik tetszőleges arra járó félmeztelen afrikai nő be fog csábulni. Aztán azt mondja, hogy egy néger csokért mindenem odaadom, azaz, ezek szerint nem ő vesz el valamit, hanem rá van igény. És bárkinek hajlandó ezt odaadni, úgyhogy utólag nem azt kell letagadja, hogy ő erőszakot követett volna el, hanem itthon tagadja le, hogy ő ezzel élt. Ő nem elvett valamit, ő adott
azt állítja, hogy ő adja oda mindenét, nem pedig elveszi a bozótban valakinek a mindenét. Tehát ő magát a vadmókusok elé óhajtja dobni, hogy szedjék szét. És azért ez a bozótról még annyit, hogy itt valószínűleg nem képletes, mint hogy Magyarországon mondaná itthon, hogy a beabálnás, hogy nem, itt a bozót, az tényleg a bozót. Igen, nem, maga az ország kell, a bozót. Nem kell kocsi, nem kell autó, nem kell hazavinnem, és nem, főleg nem kell saját pecó, kíró, semmi. Az igazság, hogy a bozóton kívül nincsen semmi. Ugye a macsetére kérdezünk rá úgy, hogy milyen vágók és bozót. Hát, hogy ez se véletlen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen az egyik országból a másikba könnyen áttévedsz, de a bozótból nem jutottál ki még mindig. Ezt a mai adást nagyon szépen lehet majd úgy vágni, hogy egy kellemesen non-PC rasszista. Szerintem bármelyik adásunk ilyen, és nem kell vágni. Oké. Okay. Ez nagyon érdekes. Valamelyik szünetben beszéltünk itt ma erről, hogy tudod, hogy a szalonrasszizmus az átszövi a magyar embert, és hogy ezzel azért szembe kell nézni, hogy folklór. Nincs olyan ember, aki, nézd, kettőféle van talán. Van, aki egy-két fura emberrel nem tud megbékélni, vagy azért, mert túl sok időt töltött vele együtt, vagy azért, mert túl keveset. És van az, aki az idegen gyűlöl, aki senkivel nem tud együtt élni, csak saját magával. De nincs ártatlan ebben. Ezt a dalszöveget, ezt akár a Me Too mozgalom, akár a Black Lives Matter mozgalom kikérhetné magának. Ez akár a rasszizmus, fekete gyűlölet, sztereotípiák tömege, akár a nőknek a szexuális tárgyasítása, ezek a vádak egytől egyig megállnak ezzel a szöveggel kapcsolatban. Most nem Lár Andrást akarjuk feljelenteni, csak jelezzük azt, hogy a túlérzékenység milyen fokúra hágott nem csak Európában, hanem világszerte, sőt elsősorban Amerikában. Hát amennyiben mi itt ebben a szobában, ahol ülünk, teret engednénk ennek a cancel culture-nek, mert azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgok, amelyek abban az évtizedben történtek, ha kicsit szomorúak, ha nagyon szomorúak, és ha rettenetesek, és ha horrorisztikusak, az akkor is akkor történt, és könnyű mai mércével 80 év távlatában ítéletet hozni, könnyebb, mint a mai mércével 80 kilométerre tőled nézelődni. Szerintem egyébként ez a szám, ez az Afrika című szám, ez ma sem fekete gyűlölő, vagy ma sem rasszista, és ma sem nőgyűlölő, és ma sem alacsonyítja le a női nemet. Kivéve, ha a humor már bűn. Tehát, hogy azt várjuk, hogy eljöjjön az szerintem. Az állapot, hogy a viccelésért végre rendes letöltendő börtönbüntetést lehessen követelni. Már dörömből ez az állapot. Jaj. Hála Istennek. Jól van akkor, minden rendben van. Akkor mehetünk tovább. Ha kérditek idehaza, na milyen volt Afrika, hát ez arra vonatkozik, hogy letagadom. Tehát ugye ez ugye énekelve, vagy a zenét hallgatva, vagy ugye pláne esküvőn 45 fokos szögben dőlve, üvöltözve, ezt nem feltétlenül kötöd az előző mondathoz. Tudod, ha kérditek idehaza, na milyen volt Afrika, és mi a válasz, az, amit mindenki tud Afrikáról, és az, amire a kérdés egyáltalán nem vonatkozott. Bambusznád, majom, kenyérfa, ne mondd! Kókuszdió! Őrület! De otthon ilyen nincs. A refrén ugye közvetlenül jön újra ezután, a sor után, hogy na milyen volt Afrika, és akkor a következő a válasz erre. Semmi nem volt a bozótban, amúgy meg pár tuc oroszlán, gorilla, makákó, bambusz, nem nagyon kenyik a kókuszdió. Hogy is volt ez a... Nem tudom, hogy ugyanennek a performance groupnak az előadása-e, amikor talán a Dolák Sali valamit el akar mondani, de az olyan határ, igen, a zenemúzsika, ez a Lár, ezt a Lár csinálja, tudod, így megkérdezik őt, hogy mi a véleménye a zenéről. És akkor ő előadást tart, hogy hát a zene, muzsika, zene, zenemúzsika, hát az valami olyan, és így tudod, üvölt a színpadon, mert annyira hatása alá kerül annak, hogy ő mennyire szereti a zenét, hogy nem tud többé róla nyilatkozni, és ilyen, mint a fába szorult féreg, üvölt attól, hogy rá már a zenét jelentő szóalak kimondása is katartikus élménnyel hat. És ez az állapot itt a Párduc oroszlán, és hogy Andriska, Bandi, jó volt Afrikában? És tudod, nem tudok alanyt és állítmányt és tárgyat. Oroszlán! Gorilla! Oda nézek, makákó, barom, bambusznád. Jobbra egy kókuszdé, mit csinálja? Megőrülés. A bőség zavara. Megőrülés. Igen, és hogy tudod, négercsók.
feketének egy feketét. Tudod? Uh-huh. Itt ezeknek az embereknek a bőrszínével hozza asszociatív viszonyba mindazt, amit ismer. Valójában egy gyermek az, amelyik így néz erre a dologra. Feketék, igen. Ilyen feketék, mint a fekete. Nézd, mikor a gyermek, az is kérdés. Mondjuk az 50-es évek gyermeke, a 80-as évek gyermeke talán ilyen, de az 1800-as éveknek még a felnőttje ilyen. Ugye ne felejtsük el, hogy mondjuk a Julius Mannnek a logójában egy ilyen észak-afrikai kalapviseletben pózol, ugye a feketével hirdetjük a feketét. Uncle Benz? Az Uncle Benz a barnarist. Egy sötétbőrű férfi. Világos, hogy a fehérist is, de az nem illik a narratívámba. Nem. Alakítsd úgy, ez a... Ne, ez, de így kell ezt, így kell ezt. Tehát, nyilvánvalóan meghajlítjuk a valóságot ott, ahol a narratívánk ledobja azt. Világos. Ez volt az önkényes mérvadó mára. SMS számunk 0630-011-07-25. Ne írjatok amit már! Amit mostantól írtok, de azt nem fogjuk elolvasni. Azt írja a hallgató. A KFT második albumának kereskedelmi sikere nem érte el az ország egyetlen lemezkiadója a Hungaroton vezetőinek elvárásait, ezért ultimátumot adtak a zenekarnak. Írjanak országos slágert, vagy felbontják a lemezszerződésüket. Lára dalt eredetileg Itália címen írta meg, dühében egyetlen óra alatt. A szöveg Olaszország szépségeit ecsetelte. A zene változatlan maradt, de a címet és a szöveget a rögzített változatban az egzotikusabb Afrikára módosította a szerző. Na hát igen, így képzeltük el. Hogyha Acél György és Erdős Péter úgy kezeli Lár Andrást, mint egy gyereket, akkor Lár András úgy fog megnyilvánulni, mint egy gyerek, és az ország Acél György és Erdős Péter egyaránt örülni fog, ahogy az történt. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.